Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jézus Krisztus. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen beten. A csöndben imádkozzunk Isten áldásáért. Das Predigtwort für diesen Gottesdienst steht geschrieben bei Lukas im 9. Kapitel. A prédikáció alapigéje, amelyet csak magyarul olvasunk föl, a Lukás írása szerinti evangélium 9. részében az 57. verstől hallható a következőképpen. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta Jézusnak: követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt neki: a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De az azt kérte: uram, engedd, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy másik ezt mondta: követlek, uram, de engedd, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől. Jézus így felelt neki: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist mir eine große Ehre, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen, noch dazu am Nationalfeiertag. Kedves gyülekezet, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek közöttetek, ráadásul a nemzeti ünnepeteken. Auch wenn die äußeren Umstände an diesem Sonntag ganz besondere sind. Nicht nur für Ungarn, sondern für ganz Europa. Jó lehet, a külső körülmények igen terhesek, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Da, wo ich herkomme, finden heute keine Gottesdienste mehr statt. Ahonnan én jövök, a mi tartományi egyházunkból, ott ezen a vasárnapon már nem tudnak istentiszteleteket tartani. Jedenfalls keine Gottesdienste, wo die Menschen beieinander in der Kirche versammelt sind. Legalábbis nem olyan istentiszteletet, ahol az emberek a templomban jönnek össze és együtt ünneplik az istentiszteletet. So dürfen wir heute hier zusammenstehen und wissen, dass wir gewissermaßen für alle anderen mit Gottesdienst feiern und für alle anderen beten. Ezért úgy vagyunk ma együtt, hogy mint egy másokkal is lelkileg közösséget vállalva tarthatunk istentiszteletet, akik nem tudnak templomba menni, és imádkozhatunk őértük, imádkozhatunk egymásért. Möge Gott der Herr uns alle schützen und bewahren vor allem Argen. Az Úr oltalmazzon és vigyázzon ránk minden veszedelem közepette. Nun aber zu unserem Predigtext. De nézzük most a prédikációs alapigét. Ich bin seit meiner Jugend an begeisterter Bergsteiger. Kis ifjúságomtól kezdve lelkes hegymászó vagyok. Ich stand schon auf vielen europäischen Gipfeln. Ich habe manche große Bergtour hinter mich gebracht. Übrigens gehört auch der höchste Berg des heutigen Ungarns dazu. Es war eine wunderbare Wandertour durch das Matra-Gebirge, an die ich mich noch heute gerne erinnere, auch wenn sie bereits Jahre zurückliegt. Európa számos hegyét megmásztam, és nagy élmény volt az azért számomra, és meg kell mondanom, hogy nagyon jó szívvel emlékszem a magyarországi túrázásomra, amikor a mostani Magyarország legnagyobb hegyét, a Mátrát megmásztam, óriási élmény volt. Vor allem aber sind es die hohen Berge der Alpen, die mich immer wieder anzogen. De természetesen az Alpok volt számomra mindig vonzó. Einmal war ich im Frühsommer unterwegs. Die höheren Regionen der Berge, sie waren noch allesamt schneebedeckt. Ich war alleine auf dem Weg in einer Berghütte ziemlich weit oben, schon in der Schneeregion übernachtete ich, um am nächsten Tag eine große Tour zu unternehmen. Und auf dieser Hütte befand sich mit mir noch eine weitere Gruppe, die auf derselben Route unterwegs war und die unter der Leitung eines ortskundigen Bergführers stand.
Emlékszem egy egész különleges élményre, mikor az Alpok egy gyönyörű hegyláncán voltam, megmásztam a hegyet, és éjszaka egy ottani kunyhóban, egy ottani menedékházban aludtam. Óriási élmény volt a hóhatár fölött lenni, és aztán egy kicsit meglepődtem, hogy rajtam kívül más is van, nem csak a vezető, aki a túrákat vezeti, hanem egy idegen csoport is ott volt, akiket én nem ismertem. So kamen wir auf dieser Berghütte ins Gespräch miteinander. Man bot mir an, am nächsten Tag gemeinsam loszumarschieren. Ich aber war sehr zögerlich, denn ich liebte es eigentlich, alleine unterwegs zu sein, sofern dies möglich war. Und so kam es dann auch zwischen uns zu keiner Verabredung. Am nächsten Morgen startete ich als Erster. Kurz hinter mir folgte die Gruppe. Das Wetter, es war nicht so wie heute sonnig und klar, sondern trübe und nebelig, sodass man die Landschaft und die Route, auf der man zu gehen hatte, nicht so ohne weiteres sehen konnte. Este beszélgettünk egymással a menedékházban, és elmondták nekem, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk együtt, és jó lenne másnap közösen túrázni. Megmondom őszintén, egy kicsit zavart ez engem, mert én nagyon szeretek egyedül túrázni, és nem is értettem, hogy miért akarnak rám akaszkodni, vagy miért akarták, hogy én velük menjek. Aztán reggel, mivel nem is beszéltük meg pontosan, hogy együtt megyünk vagy nem, én elindultam, egy nagyon borongós idő volt, nem olyan szép napos, mint most. Köd volt, barátságtalan volt minden körülöttem, alig lehetett a jelzéseket látni, de hát elindultam. Ich tastete mich langsam vorwärts. Am Anfang war der Weg noch sehr klar und deutlich für mich erkennbar. Doch dann folgte eine Passage, an der ich keine klare Vorstellung mehr davon hatte, wo ich lang gehen sollte, wo denn meine Route verlief. Über ein weites, im Nebel verschwindendes Schneefeld wollte ich den Berg etwas hinabsteigen, um zu meinem nächsten Orientierungspunkt zu gelangen. Hinter mir sah ich die Gruppe, die nun oberhalb von meinem Weg abwich und in eine andere Richtung abbog. Elindultam egyedül, és először még valamit láttam, de aztán egyre nagyobb volt a homály és a szürkület, és nem láttam már a táblákat sem. Mégis azért mentem tovább, hogy valahogy talán ki tudok innen kecmeregni. Elindultam egy hegyről lefelé, és aztán láttam, hogy nincsen út, és egészen megrémültem, és aztán hátra néztem, és láttam, hogy egy másik útvonalon megy a csoport, amelyik mégiscsak mögöttem jött, de ők tudták, hogy merre van az út. Ich blieb stehen und ich war etwas irritiert. Ich kämpfte mit mir in meinem Inneren. Sollte ich auf meinem Wege weitergehen oder sollte ich vielleicht doch lieber der Gruppe mit dem Bergführer folgen? Eléggé feszült voltam és gondolkoztam, hogy menjek azért a magam feje után, hiszen azt határoztam el, hogy egyedül akarok túrázni, és menjek tovább a bizonytalanba, vagy mégis csatlakozzam hozzájuk, látván, hogy ők talán tudják az utat. Meine Eitelkeit, die drängte mich, meinem eigenen Weg weiterzufolgen, meinen Plan weiterzuführen. Aber es meldete sich in mir eben auch die andere Stimme, die mir sagte, dass der Bergführer sich in dieser Gegend ja viel besser auskannte als ich. A makacságom miatt mentem volna tovább a magam útján, de aztán egy másik hang is megszólalt bennem, hogy a másik csoporttal ott van a túra vezető, ő vélhetően mégiscsak jobban ismeri az utat, talán mégiscsak őket kéne követni. Schließlich entschloss ich mich, doch die Verfolgung der Gruppe aufzunehmen, und ich verließ meine eigene Spur. Végis aztán azt döntöttem, hogy ővelük megyek, és elhagytam a magam útvonalát, és csatlakoztam hozzájuk. Und bald schon sah ich, wie sich aus der Nebelwand genau der Felsen herausschälte, den ich als Orientierungspunkt für meinen weiteren Weg suchte. És aztán a ködben egyszer csak derengett, hogy mégiscsak merre kell menni, és láttam, hogy ami irányba akartam menni, az veszélyes lett volna. Die Gruppe mit dem Bergführer hatte mich auf die richtige Route zurückgeführt. A túravezetővel a csoport visszavezetett engem a helyes irányba. Mein eigener Weg, der hätte mich ins Nirgendwo geführt. A magam útja a semmibe vezetett volna. Nun blieben wir beieinander bis zum Abschluss der Tour. Dankbar saß ich dann noch auf der nächsten Hütte mit dieser Gruppe zusammen. Wir hatten einen schönen Abend miteinander, in dem wir uns über das Erlebte austauschten.
Ich hatte an diesen Tage gelernt, dass es nicht immer gut ist, auf den eigenen Weg zu beharren. Végül is együtt maradtunk, mentünk tovább, és a következő menedékháznál aztán megpihentünk, és egy kellemes estét együtt töltöttünk, nagyot beszélgettünk, és bizony rádöbbentem arra, hogy az embernek sokszor óvakodnia kell attól, hogy makacsul csak is a maga útját akarja járni. Der moderne Mensch will eigene Wege gehen. A modern mensch a maga útját akarja járni. Das ist auch nur allzu verständlich. Zu oft in der Geschichte hat man versucht, den Menschen auf fremde Wege zu zwingen. Ez bizony előfordult a modern emberrel újra és újra, hogy őt idegen utakra akarják vezetni. Es gehört zu den hohen Gütern, dass wir heute die Freiheit haben, uns unseren eigenen Weg auszusuchen. A nagy adományok közé tartozik, hogy most szabadságunk van, és kiválaszthatjuk a magunk útját. Viele von uns haben noch Erinnerung an die Zeit der kommunistischen Herrschaft, in der solche Freiheit nicht bestand und viele Gläubige auch unter staatlichem Druck standen. Sokan emlékeznek még a kommunista időre, ami közös múltunkra, amikor nem volt szabadság és állami nyomás volt az embereken, megfosztották őket az önálló döntések lehetőségétől. Die Freiheit, die wir gewonnen haben, ist etwas Gutes. Es ist eine Gabe Gottes an uns. Und wenn ich den Anlass des heutigen Feiertages richtig verstanden habe, dann ist das ja auch die Botschaft dieses Feiertages, dass die Freiheit ein hohes Gut ist. A szabadság azonban, amit a rendszerváltozással megkaptunk, az mindenképpen Istennek az ajándéka is, valami jó dolog, amivel jól kell élni, és ha jól értem a ti mai március 15-i ünnepeiteknek a lényegét, 1848-ban is erről volt szó, hogy a szabadság lehetőségét kapta meg a ti nemzetetek, és azzal jól kellett élni. Wer will sich da schon einem Führer anschließen, der ihm den Weg weist? Fontos, hogy egy megfelelő túravezetőhöz csatlakozzunk, aki mutatja az utat. Es hat schon so viele falsche Führer gegeben, die die Menschen in Abgründe hineingeführt haben. A történelemben oly sok hamis vezető volt, aki nem jó, hanem rossz irányba vezette az embereket. Gerade als Deutscher weiß ich, wovon ich rede. Éppen mint német, tudom, hogy miről beszélek, milyen történelmi példákról. Und dennoch kommt es am Ende darauf an, in welcher Situation und vor allen Dingen von wem du dich leiten lässt. És ezért nagy kérdés, hogy bizonyos helyzetekben ki által engedem vezettetni magam, kit követek. Nicht immer ist dein eigener Lebensplan der beste. Nem mindig az eredeti saját tervünk a legjobb. Das Beispiel meiner Bergtour hat es mir ganz persönlich gezeigt. Ez a túrám nagyon jól megmutatta azt a tapasztalatot. Es gibt Situationen, in denen es hilfreich und besser ist, sich der Leitung eines ortskundigen Leiters anzuschließen. Bizony vannak olyan helyzetek, amikor igenis egy helyi vezetőnek a iránymutatását kell követni. Die Autorität des Bergführers, sie war unbestritten und ich tat gut daran, diesem Bergführer zu folgen. Ennek a túravezetőnek a tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt, ezért kellett őt ott követni. So hängt am Ende alles daran, dass die Autorität des Leiters, dem ich mich anschließe, rechtmäßig ist. Ezért minden azon múlik, hogy annak a vezetőnek a tekintélyét megkérdőjelezem-e, vagy pedig mindenképpen követem, aki engem irányítani, vezetni akar. Und es ist die Entscheidung notwendig, diesem Leiter auch zu folgen. És döntő, hogy ezt a vezetőt kövessük. Und dies gilt eben auch in den Fragen des christlichen Glaubens. És bizony a keresztény hit dolgaira is érvényes ez. Ohne dass du in Jesus Christus die rechtmäßige Autorität erkennst und die Entscheidung für ihn triffst, wirst du ihm nicht folgen. Ha nem ismered el Jézusnak a megkérdőjelezhetetlen tekintélyét, és nem követed őt, akkor eltévedsz. Im Nebel unseres Lebens brauchen wir einen Wegweiser, auch im Glauben und gerade im Glauben. Az életnek a ködös útjain bizony szükségünk van egy ilyen túravezetőre a hit kérdéseiben is. Nun ist Christus der Sohn Gottes, dazu haben wir uns gerade im Gottesdienst bekannt. Jézus Krisztus Isten fia, a hitvallásban éppen ezt mondtuk el. Wo du dies in deinem Herzen erkannt hast und wo du eine Entscheidung für ihn triffst, beginnt das, was wir in unserem Glauben Nachfolge nennen.
Akit fölismertél a hitedben, és aki mellett állásfoglalást tettél, azt kell követned a mindennapokban. Und um die Nachfolge dieses Christus geht es in dem Abschnitt der Heiligen Schrift, den wir gehört haben. És Krisztus követéséről van szó abban az igében, amit most hallottunk Lukács evangéliumából. Drei Personen treten dort in Erscheinung neben Jesus. Jézus mellett három személy lép föl a történetben. Alle drei wissen, dass dieser Jesus eine besondere Autorität besitzt. Mind a hárman tudják, hogy Jézusnak különleges tekintélye van. Dreimal aber geht es auch um den Mangel ihrer Entscheidung für diesen Jesus. Mégis mindhárom esetben a Jézus melletti döntésnek valamiféle bizonytalanságát, gyengeségét, hiányát látjuk. Ich will dir folgen, wohin du gehst, so sagt der Erste. Az első azt mondja, követlek bárhova még. Das hört sich gut an. Ez jól hangzik. Aber es ist vielleicht doch etwas vorschnell und leichtfertig in den Wind hineingesprochen. De talán túl gyors, meggondolatlan, könnyelmű ez az ígéret, hogy követlek bárhova még. Ich will dir, Christus, folgen, wohin du gehst. Ist dir überhaupt klar, was das bedeutet? Tudjuk, ha azt mondjuk, hogy követlek téged bárhova még, ez mit jelent a gyakorlatban? Ahnst du, was auf diesem Weg auf dich wartet? Tudod, vagy sejted, hogy milyen út vár rád? Bist du wirklich bereit, alles, was ich dir und mir, Christus, zumute, zu tragen? Kész vagy mindazt hordozni, amit Krisztus rád ró? Der Weg mit Jesus, so kann man wohl sagen, ist ein abenteuerlicher Weg durchs Leben. Lehet mondani, hogy a Jézussal való közös utazás, közös vándorolás az kalandos út. Und wir müssen bereit sein, uns auf dieses Abenteuer einzulassen, wenn wir uns für die Nachfolge Christi entscheiden. És bizony nekünk vállalnunk kell ezeket a kalandokat Jézussal, akár a megpróbáltatásokat is, ha valóban követni akarjuk őt. Auf dem Weg Christi werden wir auch an Plätze geführt, und wir werden zu Taten gedrängt, die wir uns selber nicht ausgesucht haben. A Jézus követésében talán olyan utakra is kerülünk, ahova magunktól nem mentünk volna. Zum Beispiel an Menschen und bei Menschen, die unsere Barmherzigkeit brauchen, und die wir vielleicht überhaupt nicht mögen. Talán olyan emberek közé vezet minket Krisztus, akik a mi irgalmasságunkra szorulnak, pedig mi egyáltalán nem szeretjük őket. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Követlek bárhova még. Dann folge mir auch zu diesen Menschen. Akkor kövesd és menj ezekhez az emberekhez. Folge mir, so lautet Jesu Aufforderung an den Zweiten. Kövess engem, hangzik Jézus parancsa a második emberhez. Wir hören manchmal die Stimme Christi in unserem Leben. Olykor halljuk Jézus szavát a mi életünkben. Das muss nicht mit den Ohren geschehen, es kann sich auch in unserem Inneren abspielen. Nem feltétlenül a fülünkkel, lehet, hogy belső hangban halljuk ezt. Die Stimme Christi kommt auch nicht als harte Aufforderung daher. Krisztusnak a hangja valamiféle határozott felszólításként jelenik meg. Es ist nicht der Befehl eines Generals. De ez nem egy külső tekintély, mint egy tábornoknak a parancsa. Die Stimme Christi ist meist leise. Du musst wachsam sein, um sie überhaupt zu hören. Jézusnak a szava ezzel szemben, a tábornokoknak a parancsszavával halk és szelíd, ahogyan énekeltük is, és őrá így kell odafigyelni. Nur dann kann man den sanften Ruf vernehmen. Csak ekkor veszük észre, ha odafigyelünk az ő szelíd hangját. Unser zweiter Mann hört und er antwortet. Er antwortet so, wie auch viele von uns, wie auch ich immer wieder versucht bin, zu antworten. A második ember válaszol, úgy, ahogyan mi magunk is, én magam is felelni szoktunk, válaszolni szoktam én magam is. Wir sagen vielleicht, da gibt es noch etwas Wichtiges, das ich zuvor erledigen muss, bevor ich dir folgen kann. És azt mondjuk, ó, hát van még valami fontos, amit el kell még intéznem, mielőtt követnélek téged. So aber trifft man keine klare Entscheidung. Így azonban nem lehet igazán döntést hozni. Jedenfalls dann nicht, wenn es um die Neuausrichtung unseres Lebens geht. Legalábbis akkor nem, hogyha az életünknek az új berendezkedését kell megvalósítanunk. Genau das ist es ja, was Nachfolge meint. Krisztus követése pedig éppen ezt jelenti, egy új berendezkedésnek a elérését. Die Neuausrichtung unseres Lebens auf diesen Christus hin. Az életünket Krisztusra kell koncentrálni, irányítani. Wir aber wenden uns den toten Dingen zu, unseren eigenen Plänen, unseren eigenen Vorstellungen, unseren eigenen Lebensentwürfen.
Mi azonban Jézussal szemben sokszor a halott dolgokhoz fordulunk, mint ez az ember is, és a saját dolgainkat akarjuk elvégezni, amelyek sokszor már az elmúlással kapcsolatosak. Und wir verlieren darüber den Anschluss. És így elvesztjük a kapcsolatot. Jesus zieht weiter, vorbei an uns. Jézus elmegy, tovább megy. Und wir verlieren den Kontakt zu ihm. Elveszítjük vele a kapcsolatot. Weil wir mit unseren eigenen Wegen beschäftigt sind. Azért, mert mi a magunk útjával törődünk csak. Dabei sollen wir doch ihm folgen und das Reich Gottes mit allem, was wir sind und haben, verkündigen. Pedig őt kellene követnünk, és Isten országát hirdetnünk, ahogyan azt szívünkre is helyezi az igében. Auch der dritte Mann hat einen Einwand. Nézzük a harmadik embert, neki is vannak bizonyos feltételei. Ich folge dir, aber lass mich zuerst von meiner Familie verabschieden. Követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Eigentlich haben wir von Natur aus das Empfinden, dass das richtig ist, sich zuerst von der Familie zu verabschieden. Azt hiszem, ezt mindannyian olyan természetesnek tartjuk és helyén valónak, hogy hát persze el kell búcsúznunk a családunktól. Manchmal aber da sind es gerade unsere natürlichen Bezüge, unsere natürlichen Verbindungen, die uns daran hindern, Christus konsequent zu folgen. De adódhatnak olyan helyzetek, hogy éppen ezek a természetes és emberileg egyébként fontos kapcsolatok akadályoznak meg minket abban, hogy igazán teljes szívvel tudjuk Jézus követni. Wir nehmen Rücksicht auf die, die um uns sind. Azokra tekintünk csak, akik körülöttünk vannak. Die Familie, die Freunde, die Kollegen. Családra, barátokra, kollégákra vagyunk tekintettel. Was werden diese denken, wenn wir von den normalen Pfaden abweichen? És azt gondoljuk, hogy hát mit mondanak ők, hogyha, és mit gondolnak ők, hogyha eltérünk a eredeti útvonaltól? Muss man das nicht zuerst erklären? Nem kell előbb ezt elmondanunk nekik, megmagyaráznunk nekik? Manch einer, der Jesus folgen wollte, ist so an sein altes Leben gekettet geblieben. Van, aki Jézust követni akarja, de oda van láncolva a régi életéhez. Das, was uns bisher ausmachte, auch das Negative, blieb so bedeutsam. Mindaz, ami korábban fontos volt nekünk, és még a negatív is, az megkötöz bennünket. Wir wollten Jesus nachfolgen, aber wir sind auf der Strecke liegen geblieben. Jézust akartuk követni, de valahol mégis elakadtunk. Wer verstrickt bleibt in dem, was hinter ihm liegt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Akit megkötöz az, ami mögötte van, és nem tud attól megszabadulni, az nem méltó Isten országára. In all dem spricht Jesus über den ganzen Ernst der Nachfolge. Ezekben a mondatokban Jézus az ő követésének a komolyságáról szól. Sei gefasst auf ein abenteuerliches Leben, wenn du dich für diesen Christus und für die Nachfolge entscheidest. Légy készé egy Jézussal vállalt kalandos életre, hogyha őt akarod követni. Das Leben, das du dann führst, es wird ein Leben sein, das dich an Plätze und zu Menschen führt, die du dir nicht selber aussuchst. És az az út, amelyet mostantól Jézussal fogsz járni, az olyan emberekhez is vezeti téged, akikhez nem akartál volna elmenni. Eine Entscheidung zur Nachfolge bedeutet auch, dass man bereit ist, seine bisherigen Pläne und Prioritäten auch aufzugeben, es sei denn, sie entsprechen dem Willen Gottes und den Plänen Jesu. De a Krisztus követés harmadszor azt is jelenti, hogy tudunk szakítani az eddigi terveinkkel, és újra tervezésre vagyunk képesek Jézusnak az utasításának megfelelően. Die Nachfolge Christi löst uns auch aus unseren bisherigen Bezügen, aus manchen unserer bisherigen Bezüge. A Krisztus követés felszabadít minket és eloldoz bennünket néhány korábbi fontosnak bizonyult kapcsolatunktól. Wir dürfen keine falsche Rücksicht nehmen auf das, was unser Leben bisher bestimmte, sonst verlieren wir den Anschluss an den Weg, den uns der Herr weist. Nem szabad rossz értelemben kötődni sok mindenhez a korábbi életünkből, mert akkor elveszítjük a Jézushoz való kapcsolatnak a kiépítésének lehetőségét. Das mag alles sehr radikal klingen, und das ist auch mit großem Ernst verbunden. Lehet, hogy ez igazán radikálisan hangzik, és nagyon súlyosnak, komolynak tűnik. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es am Ende darum geht, dass wir auf einem guten Weg wandeln. De nem szabad elfelejtenünk, hogy végül is arról van szó, hogy jó úton járunk-e. Anderen Wegen droht der Gang in die Irre.
a különböző egyéb utakon a tévedésnek a kísértései leselkednek ránk. Am Ende anderer Wege steht womöglich ein Abgrund. A más utak végén lehet, hogy valami veszély van. Wer hingegen Christus begegnet und in ihm den Sohn Gottes erkennt, der weiß, dass die Entscheidung für den Weg Christi, für die Nachfolge, die beste Entscheidung unseres Lebens ist. Aki azonban vállalja Jézusnak a követését, az biztos lehet benne, hogy a legjobb döntéseket hozza és biztonságos úton fog menni. Auf diesem Weg werden wir sicher zum Ziel geführt. Ezen az úton egészen bizonyos, hogy célba jutunk. Auf diesem Weg gelangen wir dorthin und tun wir das, wozu wir da sind. Ezen az úton járva biztos, hogy azt fogjuk végezni, ami a küldetésünk. Und das kann man sehr konkret auch in unsere gegenwärtige Lage hinein übersetzen. És ezt nagyon konkrétan le lehet fordítani a mostani, mai helyzetünkre. Wir tun das, wozu wir da sind, wenn wir Christus folgen. Amikor Krisztust akarjuk követni, akkor abban a helyzetben kell helytállnunk, ahol éppen most vagyunk. Und natürlich ist die Frage, wie würde eigentlich Christus reagieren auf die Epidemie, die uns umgibt? És természetesen ez a kérdés, hogy hogyan válaszolna, hogyan reagálna Jézus például erre a járványra, ami most adódik. Christus hatte immer das Wohl der Menschen und vor allen Dingen das Wohl der Schwächsten im Blick. Jézus mindig az emberek javát akarta, különös tekintettel a leggyengébbeknek a megőrzésére hívott föl, és a rájuk való vigyázásra hívott föl. Und so sollen auch wir auf diesem Wege wandeln und die Not des Schwächsten vor Augen haben. És amikor mi Krisztus útján járunk, akkor valóban észre kell venni a gyengéknek, a leggyengébbeknek az érdekét, hogy hogy tudjuk őket képviselni. Und wir sollen dafür sorgen, dass dieser Schwächste vor dem Ärgsten bewahrt bleibt. És arról kell gondoskodnunk, hogy ezek a gyengék a legnagyobb bajtól megőriztessenek. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, wie der Apostel Paulus sagt. Ez a mi okos Isten tiszteletünk, ahogyan Pál a Római Levél 12. Részének első versében írja. Auf dem Weg Christi bleiben wir erfüllt vom Heil Gottes. A Krisztus útján járva megtelünk az Isten bőségével. Und unser Leben wird ein Segen sein für uns selbst und für andere. És a mi életünk áldás lehet önmagunk számára és mások számára. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a hirdetett igét, add, hogy ez szívünkben maradjon, és mindig emlékeztessen minket arra, hogy legnehezebb körülmények között is Krisztus követők tudjunk maradni, és fölismerjük, hogy mit jelent a gyengéknek, az esendőknek az oltalmazása, hogy te hogyan vezetsz minket sokszor új utakra, olyan körülmények között, amiket mi nem is tudtunk volna elgondolni. Így áldj meg minket ennek az útmutatásnak a jegyében is. Amen. Amen.